Jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Tényleg kétszer voltam itt, ha jól emlékszem, 2009-ben és 2012-ben. És azért emlékszem ilyen jól a dátumokra, mert mind a kétszer nagyon jól éreztem magamat. Sőt, a végére egészen jól éreztem magamat. Úgyhogy a feleségem meg is jegyezte, hogy most oda mész, ahonnan olyan jó érzésekkel tértél mindig haza. Mondtam, hogy hiába vagy 65 éves, de nagyon-nagyon jó az emlékező képességet, hogy hol jártam én annak idején. Ugye a magyar nyelv az nagyon szép, a hangsúlyoknak is jelentősége van, mert Tamás, ahogy fölidéztem most a címet, egészen fenyegetőnek tűnik, hogy a jogalkotói hatalommal való visszaélés az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Ez úgy tűnik, mintha ha így hangsúlyozzuk, mintha a magyar korábban köztársaság, most Magyarország Alkotmánybírósága, az valami fajta, hogy mondjam, visszaéléseket követett volna el a jogalkotással összefüggésben. Na, ha a hangsúlyt máshogy helyezzük el, és úgy, ahogy ezt illik és kell is elhelyezni, akkor ugye azt mondjuk, hogy az lenne ennek a ma esti morfondírozásnak, mert nem állítom, hogy előadásra lesz a címe, hogy a jogalkotói hatalommal való visszaélés, pont, az Alkotmánybíróság gyakorlatában, tehát hogy hol csapódott ez le, ahol az Alkotmánybíróság úgy érezte, hogy a jogalkotó a hatalmával, mintha visszaélt volna. Azt hiszem, ez elég diplomatikus volt, és nem csörrent meg még a zsebembe a kis téglalap se, ami ilyenkor visszajelez, ha túlmegyek egy határon, hogy tyú-tyú-tyú, hát, ha valami olyat mondok, amit már talán nem illendő. Semmi olyat nem fogok egyébként mondani. Egyrészt azért, mert 40 éves egyetemi oktatói gyakorlat van a hátam mögött. Következésképpen tudok úgy beszélni, hogy nem mondok semmit. De nem ezt a módszert választottam, hanem igenis mondani akarok valamit. Elgondolkodtatásra is talán érdemes néhány gondolatot is föl akarok vetni. És semmi szín alatt nem akarok olyan kérdéskörökbe belemenni, amelyekből a fején magam se találok ki. Nos, hát hogyan indíthatnánk el ezt a mai estét? Hát ez a lámpaláz előzésére a legjobb módszer, az ember először körülnyaldossa azt a témát, az előadásának a tárgyaként választott. Hát én is akkor bevezetem magamat, akinek jobban tetszik, hogy életkortól függ, most jön az előjáték. Tehát tulajdonképpen megágyazok ennek a témakörnek, mégpedig azzal, hogy azt állítom, hogy a kutatások, azért álltam meg egy pillanatra, hogy nehogy valaki megijedje, hogy itt valami felhők fölötti, nem tudom, micsoda jön, mert a kutatásokat emleget az ötödik mondatban a meghívott kövér ember. Tehát tulajdonképpen a joggal kapcsolatos kutatások alapvetően jogalkalmazás centrikusak voltak. Mindig is. És a mindenkori államnak mindig ezt tetszett jobban. Tehát, hogy hagyjuk végre a jogot, miért nem hagyjuk jobban, ennek a jogvégrehajtásnak a feltételeit kell megteremteni, a személyi, tárgyi, financiális, dologi, stb. Feltételeit, tehát a jog alkalmazással babrált, foglalkozott a jogtudomány hosszú-hosszú éveken, mondhatnám úgy is, hogy évtizedek. Ezzel szemben az okkal, hogy mi az oka mondjuk egy jogszabály rossz végrehajtásának, azzal kevésé, mert ez mindig politikai kérdésnek számított. Tehát magának a jogalkotási folyamatnak a vizsgálata. Ugye minden jogszabályban két elem van, az egyik elem a társadalmi elem, a másik a szakmai elem. Most ez a társadalmi elem, ez inkább úgy mondanám, hogy politikai elem. Tehát minden jogszabályban, persze nem olyan jogszabályról van itt, ami technikai norma, hogy a tűzoltónak a főcső vezető csöve az hány centis átmérőjű, hanem olyan, amelyekben társadalmi normák, nem technikai normák vannak. Nos hát ezek a jogszabályok mindig ott táncolnak a tartalmuk bizonyos hányada miatt a politika mesdjéjén, és a mindenkori politika nem szerette, ha őt piszkálják, akár a jogszabályai révén, akár direkt. Tehát függetlenül attól, hogy milyen rezsim volt,
Egy etatista állam berendezkedése, mint amilyen ugye 1990 előtt volt, vagy 1990 utáni magát ugye jogállami struktúrának hívó nevező rendszer, de egyiknek sem igazából kényelmes dolog az, hogy a saját jogi normáit valaki a bontszorvó szikéjével kezdi piszkálgatni és vizsgálgatni. Hát annak idején erre jó például az alkotmányjogi tanács, amelyiket sokan szoktak emlegetni a mostani Magyar Alkotmánybíróság elődeként, amelyiknek az lett volna egyebek mellett a dolga, hogy kritikai szemlélettel nyúljon az akkor hatályos joghoz. És amikor ilyen kritikai szemlélettel hozzányúlt, nekem személyes élményem is van 1984-ből, erre nem 1884, 1984-ből, amikor Szamer professzorral összeállítottunk egy könyvet, aminek az volt a címe, a jogon belüli ellentmondások. Ez egy ilyen vastag könyv volt, és a Szamer prof főballagott vele a Korom Mihályhoz, aki ennek az alkotmányjogi tanácsnak volt az elnöke, hogy Korom elvtárs, hát ugye fölállt az alkotmányjogi tanács, én az adjunktusommal megkutattam a magyar hatályos jog területét is, hát találtunk egy csomó olyan utasítást, ami az akkori alkotmányba ütközik, egymást ütő jogszabályokkal találkoztunk olyan jogszabállyal, amit már kétszer is hatályon kívül helyeztek, sőt, 64 ilyennel találkoztunk olyannal is, hogy délelőtt hatályon kívül helyezték, délután módosították, tehát azt, amit délelőtt hatályon, az délután módosították. Tehát fölkínálta, hogy az alkotmányjogi tanácsnak ő adna egy kis muníciót, hogy dolgozzon vele. Ránézett a koromjája, azt mondta Szamer elvtárs, az alkotmányjogi tanácsnak nem ebben áll a feladata. A rendeltetése az, hogy van. Úgyhogy Szamer prof jött a következő szerdán, így vakarta a kezét, hogy hát képzeld el, a slapaj azt mondta, hogy az alkotmányjogi tanácsnak nem kell ilyen ügyekkel foglalkoznia. Tehát ugye így nyúlt a látszat megoldásokat kedvelő konstrukció a joghoz. Na a mostani se nagyon kedveli egyébként, most a mostani, a 90 utáni államrezont értem, tehát nem egy konkrét kormányzati kurzust. Az állam maga természeténél fogva mindig ígéri, mindig mondja, hogy ő önkorlátozó, ő elviseli a kritikát. Csak amikor arról van szó, hogy akkor most viseld el, akkor meg nagyon nehezen megy az emésztés folyamata. Na most az Alkotmánybíróság maga is egy olyan szervezet, ami hát meglehetősen kényelmetlen minden államhatalom számára, de mennél nagyobb a türelem egy ilyen szervezet iránt egy államhatalomban, annál inkább lehet a demokrácia, vagy a demokratikus berendezkedésnek a gyanújába keverni. Tehát nehogy valaki elismételtesse velem, reggel tükör előtt elpróbáltam, ott végig tudtam mondani, még egyszer itt nem tudom megismételni. Tehát a lényeg az, hogy a jogalkotás kutatása az egy viszonylag új keletű iránya a tudományos kutatásoknak, a közjog területén. Nálunk, Nyugat-Európában nem, Nyugat-Európában törvényhozás tant, hogy kell törvényt alkotni, jó törvényt alkotni. Már nagyon régóta tanítják, nagyon régóta oktatják. És ennek bizony, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy tudománya, de minden esetre módszertana van. Minek van módszertana? Annak, hogy mikor alkotok jogszabályt, meg mikor követek el egy jogszabályt. Most akkor követek el nagy valószínűség szerint egy jogszabályt, hogyha nem vizsgálom meg az alapul fekvő társadalmi viszonyokat, életviszonyokat, nem kérdezem meg a leendő címzetteknek valamilyen szükebb vagy tágabb körét arról, hogy amit én tervezek, az nagyjában egészében arra üle rá, amire én szeretném azt ráültetni, vagy pedig pénteken kitalálok valamit, és hétfőn egy egyéni képviselői indítványjal már be is viszem, és még ha hétfő délután vagy kedden reggel lesz belőle törvény vagy jogszabály. Hát ugye itt törvényről van szó. És akkor itt van ugye az elkövetett törvénynek, meg a megalkotott törvénynek a kettőse tulajdonképpen. Mondtam, hogy Nyugat-Európában a jogalkotást annak már nagyon régóta gyakorlata van. Én 1992-ben
Murtenben, Svájcban részt vettem egy ilyen törvényhozástani szemináriumon, és ott fogtam igazából, egy hetes szeminárium volt, először gyanút, hogy hó, hát ez nem olyan egyszerű dolog, mint ahogy ezt mi csináljuk. Valakinek a fejéből kipattan a szikra, ha kellő érdekérvényesítéssel rendelkezik, akkor azt át is veri, pillanatokon belül jogszabály lesz belőle. Hanem bizony ez egy nagyon fontos, több oldalról megközelítendő kérdés és problémakör. Maga a jogalkotás, ugye kodifikálni kell a jogszabályt, össze kell állítani, rendezni, egyfajta belső struktúrába beleágyazni, és engem ez az egy hét erre nagyon megtanított. 30-an voltunk a tanfolyamon, 5 fős csoportokba voltunk beosztva, 6 csoport, 6x5, 30, ugye annyi? Mert nem véletlenül vagyok ám jogász, nekem a matematikával komoly gondjaim voltak. Thales tételét sikerült érettségi vizsgán a trapézra bebizonyítanom. Az volt a nagy szerencse, hogy 3%-nál nem volt nagyobb az eltérés, és a magyar szakos érettségi elnök 11:30-kor kért, hogy hadd menjen el ebédelni, amíg én átgondolom ezt az új tant. És amit visszajött, és akkor úgy előadhatom neki, és közben megcsukták, hogy nem biztos, hogy ezt most én föl fogom fedezni, hogy ez a trapézra is áll. Nos, tehát 5x6, 30, 6x5, 35-en voltunk, de az is annyi szerintem, az is 30, igazkodik. A mi feladatunk az volt, hogy Svájcban nagyon könnyen hozzá lehet jutni a kis hitelekhez, a svájci frank hitelhez. Tehát nem kellett az üknöny öreganyámnak a fényképét, meg a láblenyomatát, meg a véna lenyomatát, ugye, mint a Fradi pályán, leadni ahhoz, hogy 2000 frankot fölvegyek. Mert a bürokratikus akadályoktól ezt megkönnyítették. Igen, ám csak azt nem szabályozták, hogy ha én bemegyek 20 ilyen helyre, és fölveszek mindenhol 2000 frankot, a 40.000 frankkal már lehet, hogy a családomat, hogy mondjam, bedöntöm divatos szóval élve. Hogyan lehet ezt az előnyt, hogy lehet 2000 frankig fölvenni hitelt, úgy összehozni a másik szemponttal, ugye, hogy ne adósítsam el a családomat. Erre egy jogszabálytervezetet kell készíteni, ez volt a mi dolgunk. És egy hétig agyaltunk rajta, de hogyan? Úgyhogy először jött egy politológus, szociológus, hogy milyen társadalmi közeg az, amelyik ezt a hitelt föl szokta venni, erre a társadalmi közegre mi a jellemző, tehát körbe nyaldosta, körbe járta a leendő címzetti kört. Aztán utána jött egy nyelvész, aki elmondta, hogy a valamint meg az és nem ugyanaz. Tehát ha majd fogalmazunk, arra legyen ám figyelmünk, úgyhogy a harmadik nap egy másik szakember jött, a negyedik nap, mire az ötödik napon már szövegezni kellett volna, teljesen el voltunk bizonytalanítva. Mert állandóan arra gyanakodtunk, hogy ezt is mondta, hogy üljünk erre, mert ezt is mondta, hogy túl hosszú ez a cím, ezt se lehet túl hosszú, meg a belső tördelésnél is, erre is ugyan, stb. Lényeg az, hogy azért megcsináltuk, úgymond, szó szerint szándékosan, de megcsináltuk a jogszabályt, és be is terjesztették egyébként a parlament elé, meg is bukott. De egy héten keresztül egy valamire ráirányította a figyelmet, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A legmagasabb szintű jogászi művelet a jogszabálynak a megalkotása. Tehát erre nem születik senki, képességei lehetnek, de ismereteket kell hozzá szerezni. Nem elméleti ismereteket a sein és a wollen, a lenni vagy a kell értelmében, hanem olyan módszertant megtanulni, amivel legalább a szarvas hibákat ki lehet küszöbölni. Jó jogszabály, tökéletes jogszabályt úgyse lehet alkotni. Az élet mindig színesebb a jogalkotó legvirágzóbb fantáziájánál is. De azért a szarvas hibákat el lehet kerülni, ennek vannak kitaposott ösvényei. És erre bizony nekünk a figyelmünket ráirányították. Hát ehhez képest most hol állunk? Hát szoktam idézni egy 1937-es könyvet, amit egy csepeli főző írt, a Vármegyei Önkormányzat címmel, és
ő leírja azt, hogy 937-ben, míg a gyertya öntő ipargyakorlásához mindenféle képesítettséget megkívánunk, addig semmi ilyen nem szükségeltetik annak, aki a jogot megalkotja. Na most, ha ezt én egy pauszpapírra lerajzolnám, mint ahogyan nem tudom, és ráhelyezném a mai gyakorlatra, tökéletesen ezt lefogná. Most ugyanezt elmondhatnám, mert jelenleg Magyarországon szervezett kurzus azok számára nincsen szervezve, akik a jogszabályok tervezeteit elkészítik. Itt az számít, hogy ki végzett már ilyen munkát, esetleg van egy-két régi harcos, aki már 20 éve, 30-40 éve jogszabály szerkesztésben dolgozik, akire végső tervezetét egy nagyon fontos vagy fontosabb jogszabálynak rá lehet bízni, vagy nincs. De tulajdonképpen egy ilyen adhok dolog uralkodik ott, aminek hát kárvallottja lehet akár az egész társadalom, akár 10 millió ember, mert hát nem sikerült szarva közt elkapni a tőgyét, hanem akkor a kísérleti jogalkotásnak tulajdonképpen már elvetjük a magvát azzal, hogy hát ha nem jön be, majd módosítjuk. Hát voltak Európában is ilyen országok, Romániának is voltak kísérleti jogszabálya, nem jön be, majd módosítjuk. De hát azért én azt gondolom, hogy lehet tanulni a nyugat-európai fejlett jogállamok jogalkotás tanából és gyakorlatából itt nekünk, és ezt kár lenne kihagyni, de egyelőre kihagyjuk. Egyelőre kihagyjuk, rengeteg spontaneitás van ezen a területen, szituatíven csatlakoznak, vagy kapcsolódnak a jogalkotáshoz, a miniszteriális jogalkotószervek is, aminek aztán az a következménye, hogy viszonylag nagy a csecsemő halandóság a jogban, tehát alig van olyan törvény, ami az egy éves születésnapját érintetlenül meg tudja ünnepelni. Nagyon sok a légbuborékra szabott jogszabály törvény, a legkisebb északnyugati szélbe így, hogy puk, eltávozik a rendszerből, mert nincs mögötte semmi kötőerő, idézőjelbe téve, ami megfogná, amire vonatkozik, amire rátapad, amire ráragad, mert valahol egy nyáron hűtött, télen fűtött, iroda az zárt ajtajú ablakú csendjében megszületik a ama nagy gondolat. Amiből aztán nem lesz semmi, és akkor kiderül, hogy amit létrehoztunk, az az emberben esetleg azt a kételyt kelti, hogy az a ház, amit én fölépítettem, vajon a gyerekeimé lesz-e, megörökölhetik-e, vagy sem. Vagy amit önkéntes nyugdíjpénztári befizetésként befizettem vajon, nem mondja-e majd azt az állam egy ködös hajnalon, hogy ezt többet egy összegben nem kaphatod meg, amikor nyugdíjba mész, hanem ezt kötelező járadékká átalakítani, és az 1.600.000 forintodat, amit befizettél eddig, és fölvehetted eddig, vagy fölveheted esetleg egy összegben, az havi 3.000 forinttal növeli a nyugdíjadat, és 226 éves korodra fog akkor ez lefogyni. Most karikíroztam ugye egy szituációt, ha valahol ezen gondolkodnának, tudom én, Távol-Keleten, akkor én ezzel nagyon nem tudnék egyetérteni például. Nos, ennyit a ködös Albionról, az általánosabb és, hogy mondjam, magasabb elvibbnek szánt dolgokról. Én most azokat a típusokat szeretném itt körülbelül 10 esetkörbe összerámolni, összeszedni, ahol én gyanítom, hogy a magyar jogalkotásban is jelen van a jogalkotói hatalommal való visszaélésnek a jelensége. Azért mondom el, hogy 10, mert aki nagyon un, meg nagyon menne haza, akkor az tudja, hogy hol tartok. Az első ilyen kör, amiről itt szót ejtenék, az mondjuk a helyi adók. Helyi adóknál mit gyanítok én a jogalkotói hatalommal való visszaélés kérdésének? Kicsit Tamással abban is megállapodtunk, amit lehet azért a vállalkozói szféra felé is próbáljak meg gondolkodni. Hát egészen biztos, hogy a jogalkotói hatalommal való visszaélés az, ha az adót nem adónak szánja a helyi önkormányzat,
olyan mértéket állapít meg, hanem inkább büntetésnek. Most az iskola példája ennek, ami Alkotmánybíróság elé került, egy 90-es évek elejei helyi telekadó, amellyel kapcsolatban nem kell megijedni, hát nem fogom végig, tehát nem fog elfogyni. Régen pártaggyűléseken, aki pártag volt, nehogy bólogasson valaki, hogy kiderül, hogy kiszolgálta a rendszert. Ugye nem volt összetűzve, és akkor azt néztem mindenki, hogy mennyire világosodik. És akkor volt szerencsénk, ha letette, mert akkor világod, de alárakta, akkor teljesen elszomorodott az ember. Na, itt csak egy pár helyen jelöltem be magamnak, hogy ahol konkrétan a számokat is jól tudni. Tehát azt mondom, hogy amikor az adó alany ellehetetlenülését eredményezi, olyan magas az adó. Belterületi földre 100 forint per négyzetméterű tételű adóról volt szó, és hát ez abban az időszakból származik, amikor a zöld bárókkal a helyi kisgazda többségi önkormányzat le akart számolni. És olyan adót állapított meg, 100 forint per négyzetméter, és akkora volt a föld terület, amit egyszerűen nem tudott elviselni, nem tudott kifizetni magyarán a átalakult KFT mezőgazdasági szervet. Itt most idézek, hogy a szóba forgó községben egyetlen jogi személynek volt jelentős alapterületi több mint 24 hektáros belterületi földje. Számolják ki négyzetméterenként 100 forint a számoló, az éves adót. A kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő a terület forgalmi értékét 6 millió 120 ezer forintban állapította meg. A terület forgalmi értékét. Eme terület után évi 24,5 millió forint, abban a forgalmi érték négyszeresét kitevő összegű adót kellett volna fizetni. Az ugyancsak kirendelt adóelméleti és adóigazgatási szakértő úgy nyilatkozott, hogy ha az adó címen olyan elvonást alkalmaz egy norma, amely az adó alany ellehetetlenülését eredményezi, az már nem adó. Na most ilyen durva formával utána már nem találkozott az Alkotmánybíróság, de fölhívta a figyelmét két dologra. Az egyik az, hogy időnként érdemes szakértőt is meghallgatni. Ez az egyik, mert hát hiába ül ott annyi taláros ember, azért egyáltalán nem biztos, hogy ehhez a területhez, meg sok minden egyébhez közelebbi hát vonzódásuk lenne. A másik, amire ráirányította a figyelmet, hogy bizony itt az arányoknak szerepe van, és nem élhet vissza a jogalkotói hatalmával a helyi önkormányzat, csak azért, mert ezt megállapíthatta, mert a törvényi szabályozás szerint kivethetett a adót is. Ezt mindig neki az adott szituációba kellett volna viszonyítani ahhoz a helyzethez, amiben ő van. Tehát az, hogy mekkora területről van szó, mi a bonitása ugye annak a szervezetnek. A másik dolog itt az adókkal, helyi adókkal kapcsolatban még az, hogy az állami önkormányzati támogatásoknak a tilalma, hogy mit támogathat és mit nem. Vállalkozásoknál is. Ugye általános szabály, hogy a verseny semlegességnek a követelménye az legyen meg, tehát nem lehet egyik vállalkozót mondjuk a másikkal szemben előnyösebb helyzetbe hozni, ha homogén csoportról van szó. Most leegyszerűsítem a mondani valómat, tehát a homogén csoporton belül, azonos nemű csoporton belül azonos szabályokat kell alkalmazni. Nem mondhatom azt, hogy a Szekszárdon élő összes bárdogos közül az egyiknek ilyen kedvenc, és a másiknak meg amolyat adok. Vagy ahogy Pécs tette annak idején a fuvarosokkal, hogy azt mondta a helyi önkormányzatnak a rendelete, hogy a pécsi székhelyű fuvarozóknak a parkolási díja az X, a nem pécsieké meg 3X. Ugye itt mi a homogén csoport? A fuvarozóknak a köre. Nem az, hogy ki hol lakik. Nem lehet ezen az alapon különbséget tenni, mert itt a fuvarozók az a központi mag, ami az egész szabályozásnak az alapját adja. A következő, amikor az adózással kapcsolatban az önkormányzat azt teszi, hogy úgy tűnik, mintha mindenkire vonatkozna, pedig ő csak egyre akarja. Mondjuk, ha Paks azt tenné, hogy ő igazából csak az atomerőművet szeretné iparűzési adóval, hogy mondjam, terhelni, de fő szabály az, hogy mindenki fizet iparűzési adót mondjuk. Nincs ez Pakson, csak most a közel van egy példa, amiből lehetett volna ilyen.
akkor mindenki fizet ipari vésőjárót, de közben meg olyan fölmentési okokat adok, hogy mindenki kikerül a körből, csak egyedül az atomerőmű marad. Tehát ha egy ilyen szabályozás lenne, ez az, amit ezt akar, és nagyon sok ilyen kísérlet volt a 90-es évek előtt, a helyi adókat, amikor bevezették. Na most ezek által letompultak azért, gömbölyödtek jöttek az idők folyamán. A jogalkotói hatalommal való visszaélésnek tartom a lex ezt, lex azt, nem mondok szándékosan neveket. Ez tulajdonképpen a Gyevi bírónak az esete. Mindenkire vonatkozik a szabály, kivéve a Gyevi bírót, mert őrá hozom a lex izét, mert 70 éves kora után nem lehet már ez meg az, de ő még azért, ez, tehát senki, de azért a izé az lehet. Na most ez az egész jogalkotásnak, az egész jogszabálynak az alap konstrukcióját forgatja föl, mert egy jogszabállyal szemben az a követelmény, hogy általános, ismétlődő, tipikus élethelyzetekre vonatkozzon. Most mi ebből az általános, ami még a nevében is szinte megmondja, hogy te vagy az, akire vonatkozik, és egyébként meg senki másra nem. Tehát ez biztos, hogy a jogalkotói hatalommal való visszaélés, amikor az állam azt mondja, miután én jogot alkotatok, törvényt arra alkotok, amire én akarok, alkotok erre törvényt. De a törvény nem erre való. Vagy legalábbis azt kell mondjam, hogy egy jogállamban nem erre való a törvény. A következő a zaklató jogalkotás, amikor nem az eredeti céljára használják föl a jogszabályt. Zaklató jellegű. Na hát az önkormányzatok az elmúlt 10 évben a helyi közösségellenes magatartások meghatározása terén komoly versenyt hirdettek egymással kapcsolatban, nem azt mondom, hogy szemben, hogy ki tudja jobban megnyomorítani a saját lakosságát. Hogy én nálam még az utcán se lehet labdázni, be, én nálam meg nem lehet hintázni 14 éven fölöttieknek, nálam a fű nem lehet magasabb 10 centinél. Tehát amikor annyira lehatol, ami már semmi köze, hagyja békén az embert, így is mondhatnám, de itt van ez a kis papír, erről konkrétan is mondok eseteket. Tehát amikor a zaklató jellegű, behatol oda, ahol semmi köze. Az olyan, mint hogy egy étterembe elveszik előle, nincs, hol a só? Szóval nincs, mert az nem egészséges. Mondom, hagyjon engem békén, hogy mi egészséges, meg mi nem. Hát ha elveszi az orrom előle egy étterembe a sót, én kikérem magamnak, és azt mondom, hogy tessék engem békén hagyni az én magánszférámba. És legalább el tudjuk kerülni azt, hogy nem a zsebembe viszem a sót az étterembe, mint olyan a gyerekeknek egy része viszi az iskolába a sót a zsebébe. Csak ugye ez olyan, mint a császár új ruhája, nem illik róla beszélni, mert lesz, aki megsértődik, a szóvá teszik. Hát sértődjön meg. Gondolkodjon el rajta. Küldj el a gyerekét az iskolába, teljesen sótlan ételre. Nos, tehát itt a zaklató jogalkotásra egy-két dolog. Szóval minden esetre elgondolkodtató, hogy a köz- és magánszféra határait illetően milyen elképzelések élnek a tárgykönyv szabályozó önkormányzatoknál. Néhány példa. Csörögön csak büntetés terhe mellett lehetett köztéren labdázni, ugye mondtam, ugyanígy tilos volt bódult állapotban földre feküdni. Ez helyi jogszabály szabály. Tilos, fő. Hát mondja meg annak a részegnek, hogy ő most egy tilos cselekedetet hajt végre, elküldi valahova. Azt mondja, Solymáron megtiltották közszeleten a gazdátlan állatok etetését. Miskolcon 69 féle magatartás vált közösség ellenessé, közöttük olyanok, mint a motor idegesítő berregése. És aki idegesítően berregtette a motort, azt meg lehetett bírságolni, meg lehetett büntetni. Közösség ellenes magatartásnak számított. Porrongy óvatlan kirázása. Hát ez már majdnem az önjáró porronynak az esete, amelyik oda megy az ablakhoz és kirázza magát óvat, mert óvatlanul hogy lehet kirázni? Hát úgy lehet, hogy kinézek, hogy ott van valaki, nem látok senkit, akkor kirázom. Azt mondja, állatoknak olyan tartása, etetése, amely mások lakásának erkélyét, ablakpárkányát beszennyezi. Na, ezt gondolják el, hogy ez hogy is van, hogy én tartok állatot, mondjuk én macska buzi vagyok, macska párti, van nekem 2,5 macskám, mert a harmadik az nem jöhet be a lakásba, az csak étkezésre van befizetve, az napköz is. Tehát ezért 2,5.
hogy az én macskámat etetem, itatom, átmegy a szomszédban nyitott ajtón vagy ablakon bemegy, fölugrik az ablak párkányára és megejti az outputot. És ezt az általános, tipikus, ismétlődő élethelyzetet egy jogszabály szabályoz. Hát ilyen biztos, hogy nincs máshol, hát ez a szegedi papucs esete, nincsen párja a szegedi papucsnak. Nem igaz, hogy mi nekünk nincsen, hogy mondjam, rafinált agyunk, dehogy is nincs. Hát ezt hol találják még ki Európában, hogy ezt helyi jogszabálya szabályozni kéne. Nem arra használja, mire kéne. Rendeltetés ellenes a használata. Szinte rettegek mondani, de mégiscsak kimondom. Hódmezővásárhelyen a 14 évesnél idősebbek részére megtiltották a hintázást és a csúszdát. Ugyanitt komoly anyagi következményekre számíthatott az, aki köztéri szobor közelében helyezett el oda nem illő tárgyat. Most a 14 év vagy fölötteknek a hinta, hogy elgondolkodtam, hogy ez is megint mennyire általános és tipikus lehet, de mi van a 27 éves törpével? Amelyik biztos, hogy kisebb súlyú, pedig ez a súly miatt lehet, ez a korlát, mint az én 7 éves kisunokám, aki 42 kiló. Ugye? A papinak a nyomdokain halad. Remélem értelmesebb, meg okosabb lesz nála. Óvdon a temetőben tilos volt a családi sírhantok elég kispadot ácsolni. Most mondják meg, ki a bánatos eget zavart az, hogy az özvegy a temetőben a 50 éves házasságuk után elhalt férje sírjánál egy padot ácsolt és ott ült. Kit zavart ő ezzel? Miért kell a magánszférába ennyire behatolni? Ezek élő rendeletek voltak, aztán ugye egy idő után kikoptak, de azt mondta, hogy megint újra virulensek kiváltak. Dubicsányba közösségen is magatartást követett el az az ingatlan tulajdonos vagy használó, aki nem gondoskodott az ingatlanhoz tartozó illemhely rendeltetésszerű használatáról. Na, hogy én csak arra lennék kíváncsi, hogy ezt ki ellenőrizte és hogyan. Hogy volt egy ilyen reti figyelő, vagy hogy lehetett ennek érvényt szerezni. Na most, amikor a jogot erre használjuk, akkor én azt mondom, hogy valami nincs egészen a helyén. És azt én nem mondtam. Én ilyen szörnyű dolgot, hogy nagy baj van, ilyet nem mondok ki, egyszerűen nem létezik. A következő, a játék a szavakkal, de a játék, ha jogszabályban, játék a szavakkal, de ennek a játéknak következményei vannak. Ez is a jogalkotói hatalommal való visszaélés. Zalaegerszegi vállalkozónak ott egy személy autóját átalakított a tehergépjárművé, 90-es évek közepén volt, és visszaigényelte az áfát. Az akkori szabályozás szerint vissza is kapta. 4 év 11 hónap után lecsapott az APEC, ugye a lánykori neve a NAV-nak. Lecsapott rá azzal, hogy az nem járt vissza, mert ő felügyeleti vizsgálatot végzett. Mit végzett? Felügyeleti vizsgálatot, mit nem végzett? Ellenőrzést. Ugye, mert az ellenőrzés az 5 év, ott van, a felügyelet annál nem. Csak hogy játék a szavakkal, mert ha megnéztük azt, hogy mire nézve végezte el az ellenőrzést, meg a felügyeleti vizsgálatot úgymond, az ugyanaz a viratanyag volt. Na most hát ő nem tudta, nem látta 5 éven belül, ez korábban, hogy utána még a kísérelmi kamatokat is felszámítsa az újra megállapított áfára. Hát hogy vagyunk? Egyébként erre egyedül én írtam külön véleményt. Aztán van egy idő, ahol sajnos azt kell mondjam, hogy hát a testület még próbált ezt a 98 óta megindult vonalat vinni, ahol a jogalkotói hatalommal való visszaélést is ki is mondta, meg is állapította egy-egy ügyben. Aztán 2010 után ez elhalkult. Most azóta vagy nincs ilyen, vagy én velem van valami probléma, mert amit azután tudok mondani, azok sajnos kizárólag az én külön véleményeimben vannak benne. De ezt ide írtam, hogy dicsekedjek, ez csak azért mondtam el. De lehet, hogy én vagyok teljesen rossz irányban. Tehát majd kiderül, hogy egy-két példát, ha mondok, akkor esetleg van-e valami alapja. Tehát irat felülvizsgált meg a pénzügyi ellenőrzés, játszadozunk. Egyik ez
következményt tapad az ellenőrzése, másikhoz nem. Ő azt mondja, hát ő csak felülvizsgálatot végzett, nem ellenőrzés. Akkor van a bosszú alapú jogalkotás. Csúnya dolog az áramlopás. Ne is lopjon senki, mert nem fogja fújni a trombitát akkor ő se. Hát ha igaz, már ki tudja, aztán még lehet, hogy két évvel kiderül, hogy nem is volt igaz. Hát nem tudom, már minden van, meg mindennek az ellenkezője is sokszor. Most már hallom, hogy a hagyó urat is lehet, hogy főmentik, mondják az ügyvédei. Hát ki tudja, hát itt valamit bedobunk időnként, aztán az vagy bejön, vagy nem jön. Van, ami bejön, van, ami nem jön. A bosszú alapú áramtolvaj. Megfogtak egy embert 40 ezer forintos áramtolvajláson, és hát örült a hatóság, hogy na, végre megvagy. És kiszámolták, hogy mivel tartozik. Ezt most én nekem itt meg kell keresni, mert még nekem is tetszik, meg egyszerűen nem tudom elmondani, csak úgy, hogyha olvasom. Ez is egy 98-as ügy, még 620/98-as. Az áramtolvaj sújtó szankció, felemel díjfizetéssel sújtják ilyenkor a sújtották, mert most nem néztem a legújabb szabályozást, de szerintem nagy változás nincs, mert az áram ilyenkor nagyon örül, végre megfogod valakit, azon a múltat jelent jövendőt, mindent el akar verni. Mindent. Végre megfogtam, megkaparintottam, na, erről a hétbört is lehúzom. Itt a következő a számítási mód, ami akkor a bíróság elé került. Azt mondja, a beépített fogyasztó berendezések névleges teljesítményét hogy számolták ki, amit fizetni kell? Általános háztartási fogyasztás esetén havi 125 órával kellett megszorozni. Havi 125 órával megszorozni. Ez azt jelentette, hogy a fogyasztás megállapításához a háztartásba felelhető összes háztartási készüléknek a feltüntetett maximális úgynevezett névleges teljesítménynek összegét havi 125 órás kihasználással kellett szorozni. A kapott eredmény azzal egyenértékű, hogy ez mit jelent, mintha adott háztartásban az összes létező fogyasztókészüléket, villanyvasalótól a rezektetőig, nem jutott most az eszembe a másik neve, maximális teljesítményével 31 napos hónapot feltételezve minden nap, napi 4 órán keresztül üzemeltették volna. E vélelmezett fogyasztás, már itt az jött ki, körülbelül a 7-szerese egy átlagos felszereltségű lakás havi átlagos fogyasztásának. Tehát ez már 7-szerese. Ezt a fogyasztási aratot kellett azután a normál díjszabás áramdíjának a 4-szeresével megszorozni, ami összegészében átlagosan 28-szoros díjfizetési kötelezettséget eredményezett. A kérdés az, hogy nem vezethet-e el a jogalkotói hatalomhoz való visszaélése, de ez a mértéktelen mérték. Mert nem vettem őket szem azzal, nem, ne lopj áramot. És nyilván, hogy nem azt kell visszafizetni, amit megfogtak, hanem számolni kell, ugye, büntetéssel is, vagy büntetés jellegű további fizetési kötelezettséggel is. Na de hogy a 28-szoros, itt mintha Hammurabinak az árnyéka vetülne rá erre az egészre, de legalábbis előkerül Kálmánnak, a Mugászlókirálynak a sziluettje, aki a tolvajt arra kérte tisztelettel, hogy tegye rá a favágító tuskóra a kezét, és egy jól irányzott mozdulattal egykarúvá tette, mint a rablót. Hogy egy jogállamban vajon ez azért megengedhető-e, hogy a mérték ennyire mértéktelen legyen? Ez megint nem a jogalkotói hatalommal való visszaélésnek a kérdése, és az állam egyáltalán megtette mindent azért, hogy ne lopjanak áramot. Mert Nyugat-Európában például ez azért elképzelhetetlen, mert most én nagyon lehetettem, van egy fal, azon a falon ott vannak az összes fogyasztó, és ha valahol valami rendellenesség van, az mutatkozik a falon, és rögtön megtalálják. Hogy vajon ilyen beruházást nagyon lehetősítettem. Ilyen beruházást nem lehetne kitalálni nálunk is. A következő
a többarcú állam, amikor és így szabályoz, ez is a jogalkotói hatalma való visszaéléshez vezethet, amikor az állam egyidejűleg simogat és ostoroz. Ugye az államnak a lelki világához nem a simogatás tartozik, mert az állam is erőszak szervezet, mindegy, az, hogy jogállam vagy nem jogállam, a jogállamban is vannak kötelezettségek. Jóval több, mint amennyire mi gondolunk jelenleg, mert azt gondoljuk, hogy a jogállam azért jogállam, mert ott csak jogaim vannak, kötelességei még nincsenek. Hát nézzék meg, hogy nálunk milyen bocsánatos bűn az adócsalás, vagy milyen bocsánatos bűn volt az, amikor a viszkis rablónak drukkolt az egész ország. Hát Nyugat-Európában a gyilkosság emberölés után a második legsúlyosabb bűn az adócsalás. De most itt a többarcú államnál, amikor az állam egyidejűleg ad, másik kevével meg, hogy mondjam, fegyelmez, hogy lehet-e ez a kettő egyidejűleg jelen? Tehát vannak-e olyan jogi megoldások, ahol a kettő együtt van-e? És vannak, már pedig ez a kettő együtt nagyon nehezen fér el. Hát most az a szituáció, amikor nem tudom, Szexárdon van-e Biokom, vagy valami hasonló cég, ugye köztisztaságtól kezdve mindenhol. Amikor az önkormányzat azt mondja, hogy kiszervezem ezt a feladatot, csinálja a Biokom, de ugyanakkor alkotok is egy önkormányzatot, amivel még fegyelmezem a Biokomot. Most akkor döntse el, hogy mit akar. Polgárjogi úton, vagy közjog eszközeivel akarja ezt a feladatot megoldani. De kettő együtt össze zagyválva, ez a kettő együtt az esetek nagy többségűben nem szokott menni. A kellő idő hiánya, ez nagyon gyakori, a kellő idő hiánya. Vajon nem jogalkotó való visszaélése az, amikor a jogalkotó tudva tudja, hogy az az idő, amit ad a jogszabály végrehajtására, az arra nem lesz elég. Amikor 1999. december 29-én megalkották a nyugdíjtörvényt, ez a 14%, hogy egyik csoport adja át a másiknak, most nagyon leegyszerűsítettem, ugye talán nem emlékeznek rá, és erre volt 3 nap az ehhez való igazodásra. Most persze az is kérdés, hogy hát mihez kellett itt végül is igazodni, de akkor is, ugye emberek nagy tömegét, millióit érintő dolog volt, és akkor a szilveszter is benne volt ebben a 3 napos időben, amikor mindenki szilveszter éjjelén az újságos standok előtt állt, hogy várja ugye a magyar közlönyt, hogy megismerje, hogy akkor itt most mi is lesz. De ennél még rosszabb, amikor azonnal születi a jogszabályt, onnantól kezdve. Ennél még rosszabb van, visszaható hatállyal. És most már ott tartunk, és ez is a jogalkotói hatalommal való visszaélésnek az egyik esete, hogy hova tovább bevetnek, veszünk. Majd visszaható hatállyal, esetleg a földbérleti díjakat visszaható hatállyal föl lehet emelni 2013-ig, de próbáltuk előtte 2013 előtti bérleteknél is emelni, mint most. Annak idején emlékeznek rá, ugye 2011 környékén a végkielégítéseket lehetett 5 évre visszanyúlva újra visszafizetni, mert pofátlan volt a 98%, emlékeznek ez a különadó. Mert az erkölcstelen, ugye a 98%. Akkor mikor volt erkölcsös a 2%? Meg mitől volt erkölcsös? Nem érdekes ez, mert ezen is el lehetne gondolkodni. A mostani elnökünk írta le az akkori talán külön véleményében, vagy párhuzamos indokolásában, hogy hát mitől volt erkölcsös a 2%? És erkölcstelen a 98%. És most már valóban ott vagyunk, hogy ha valamit el akarunk kérni, a majdnem machiavellista módszerrel, hogy a szél szentesíti a belsőt, hát azt meg rövid úton visszaható hatállyal helyére tesszük a dolgokat. És itt jön még egy elem, amit én egy veszélyes fordulatnak látok, és a jogalkotás szempontjából is, a témánk, konkrét témánk szempontjából is gondnak, hogy lassan kezdenek megjelenni a törvényeinkben olyan puffer kifejezések, ezt mi úgy hívjuk a jogban, hogy határozatlan fogalmak, vagy határozatlan jogfogalmak, közérdek, méltányolható érdek, nyomós érdek, amire tekintettel
időnként még alapjognak is meg kell hajolnia. Tehát ha azt mondom, hogy hát az ország olyan nehéz gazdasági helyzetben van, ezért én nekem ezt, ami egyébként alapjogom, el kell tűrni. Csak hogy ugye a jogban, az alkotmányjogban, különösen itt az alaptörvény első cikk harmadik bekezdésében ott van, ugye az, hogy az alapjog alapjoggal ütköztetendő, nem pedig határozatlan fogalommal. És akkor ott megnézzük a szükségesség arányosság tesztet. Szükséges volt-e a korlátozás a másik alapjoghoz képest? Ha szükséges volt, akkor tovább megyünk, arányos volt-e? Nem pakoltunk-e aránytalanul nagy terhet? De itt ez elő se tud kerülni, mert az alapjoggal szemben nem alapjog van, hanem egy olyan határozat fogalom, hogy szinte mindenki sírva fogott. Hát igen, az ország olyan helyzetben van, hogy itt bizony ennek akkor meg kell hajolnia. És akkor előhozunk olyan kategóriákat, amelyek eddig nem nagyon jelentkeztek a jogvilágában, és úgy sorozatosan is lehet találni ennek a nyomát. Itt ezt leírtam magamnak a 15. oldalról, egy fél oldalnyit idézek. Azt mondja, a jogalkotói hatalom a viszély és veszélyt idézi fel az is, magamtól lopok, magától lehet lopni mindenkinek. Ha a jogalkotó általános jogfogalomra hivatkozással ad normatív szabályozást, ilyen volt az utóbbi években a nyomós közérdek. Na most ehhez itt olvasok egy kicsit. Ez a jog és törvényalkotási módszer nem volt példanélküli a legutóbbi években. A magánnyugdíjpénztárak állami tulajdonba vételének törvényi indokát a magánnyugdíjpénztári tagok vagyonának a védelme. Megvédték, ugye? Motiválta, ne beszéljünk közben, nem csak a keretek között maradni. Motiválta, ez volt az a fügefalevél, amely az állami konfiskálás valódi indokát elleplezte. Tette mindezt azzal az ígérettel, hogy az állami tulajdonban vett magánpénztári vagyon is közvetlenül nyomon követhető lesz egyéni számlán. És ez az egyéni számla pedig máig nem került kialakításra. A pénznyerő automaták államosítása mögött pedig senki által nem bizonyított nemzetbiztonsági kockázat elhárítása, mint alkotmányú cél állt, a korábbi dohány kiskereskedelmi hálózat felszámolását és konceszió keretében történő értékesítését a fiatalok egészségvédelme motiválta, ugyancsak alkotmányos rangra emelt értékként és célként, tehát nem alapjogként, amelynek érdemi értékeléséhez megint csak az Alkotmánybíróság által lefolytatott, az alkotmányítani sokkal szükségszerű érdemi kritikai felülvizsgálat lett volna szükséges. A sor még folytatható lenne, ez egy külön véleményemből való, tehát nem itt találtam ki, hanem ezt leírtam, tehát amit leírtam, azt vállalom, mert a magyar közönyben is megjelent. A felhozott példák azonban talán így is elegítjük annak a hogy az országgyűlés még kétharmados többségben sem folytathat legitimen az alapjogok érvényesülését figyelmen kívül hagyó diszkrecionális, tehát szabad belátásán alapuló, ez azt jelenti, jogalkotási gyakorlatot. Olyat minden esetre semmiképpen sem, amelynek eredményeként törvényben írt politikai célkitűzések és érdekek felülírhatnák az alaptörvényben is tételezett jogállami alapjogok védelmét és érvényesülését. Az egyre szélesebb körbe kibontakozó ilyen indítatású törvényhozási gyakorlat megerősíti bennem ezt a félelmet. És erre alkotmányjogi alapokon csupán egyetlen válasz adható, az ilyen alkotmányos alap nélküli alapjogokat sértő törvény alaptörvény ellenessé nyilvánítása, annak teljes és keletkezésére visszaható hatályú megsemmisítése. A ma is irányadó precedens szerint az alapjogi tesztben még mindig hangsúlyt kaphat a nyomós közérdek is. Ennek a nyomós közérdeknek lehet szerepe, de ennek közvetlennek kell lennie, reálisnak, bizonyíthatónak. Aki állítja a nyomós közérdeket, mondjuk az állam a jogalkotásban, hogy a nyomós közérdek ezt meg ezt kívánja, annak bizonyítani is kell ott abban a jogszabályban, hogy miért nyomós az a közérdek. És ez rendre elmarad. Ezt oda rakjuk, mert valamit el akarunk érni, de bizonyítani már nem bizonyítjuk. Ez olyan, most nagyon leegyszerűsítem és kicsit vulgárissá is teszem összehasonlítani, mint a gyámhivatalba elmegy az erencsétlen férfi, és a gyerek mindenek fölött álló érdekére hivatkozással nem is kell megindokolni neki azt, hogy miért nem láthatja a gyerekét.
mondom, nagyon leegyszerűsítettem. Tehát vannak itt ilyen kategóriáink egyébként. Vagy a közszereplőnek többet kell tűrnie, mert hát közszereplő. Szóval akkor mindent bele lehet, a sarat, a luczart bele lehet húzni a nadrágjába, bár, mert a közszereplőnek többet kell tűrni. Mind ahogyan a gyerek mindenek felett álló érdeke, mindent fölülír. Szóval akkor már indokolni se kell. Mert ez egy olyan idióma, ugye, amit mi bevettünk, és tényleg mindent fölülír, de legalább indokolja meg. Ezen kívül, hogy egyébként meg ez egy utolsó tróger, mert minden másnap tök részegre leissza magát, és nem alkalmas arra, hogy a gyereket nevelje. Hát ha olyan. Nos, egy pár gondolat még, hogy akkor tudjuk az időt tartani. Állami magánszféra határaira még egy gondolat talán. Ez egy nagyon érzékeny terület. Az állam nem mindig tudja, hogy meddig terjed az ő hatóköre, és hol kezdődik a magánosé. De azért van ennek egy másik oldala is, hogy sokszor a magánossal szemben kell az államnak védenie a magánost. Erre mondok példát, mert ez így most már tényleg rébusz. Vajon adhatok-e olyan nevet a gyerekemnek, amilyet én akarok, mert hogy az enyém. Ugye, mert ebből indulok, az enyém, a gyerek, az én tulajdonom. Hogy én ezének traktornak akarom a kisfiút elnevezni, a kislányt meg traktorának. Ugye latin a végződése, nem ova eve, mint a cseheknél. Vagy napsugárnak nevezhetem-e a kislányomat. Tehát nevezzük, mert ugye már benne van a rendszerben. De vajon az állam mindent kötelese eltűrni, amit akar a magát. Tehát a gyerek védelme, a gyerek mint magános védelme érdekében, a szülővel, szülőjével szemben, mint magánossal szemben, az államnak nem kéne föllépni a gyerek érdekében, még egyszer mondom. Mert ugyanaz a szülő, aki a napsugárt áthajtotta a Tudományos Akadémián, ugye, a nyelvtudományi vélemény alapján kapta meg, ha jól emlékszem, a napsugár, megszületett a kisfiat, meg kishercegnek akarta elnevezni. Kisherceg, hát persze, meg őrgróf, a következő lett volna még egy gyerek. Hogy van-e itt egy határ? Ugye ez is egy érdekes kérdés, amit érdemes lesz majd legközelebb megvizsgálni, hogy csak a magánszféra meg az állam kapcsolatával foglalkozunk, ha még két lábon állok. De például itt a szerencsétlen neveket is úgy lehet összehozni, ahol az államnak megint lehetne dolga, amikor a szülő azt mondja, hogy Fabregasnak akarja a fiát nevezni, elnevezni. Megszületett, mi lesz a neve? És akkor mondja, hogy most szándékosan nem olyan nevet mondok, Balog Fabregas. Vagy a másik a fia, hát Szőke apuka, Szőke János. Hát mi legyen a neve a kisfiúnak? Hát Barna. Szőke Barna. Egy életen át szerencsétlenné téve a gyereket, ugye? Mert hát ezzel rögtön écelődni fognak. Vagy Cserép a családi neve, Virág a keresztneve. Cserép Virág. És amilyen hülye vagyok, ugye szórakozok ezzel a névvel, Kőszegen. Ez enyém volt ez a határozat, úgyhogy engem lehet szidni, hogy a férfi fölverti a felesége nevét. Ez enyém. De nem ez volt a legfontosabb ebből, hanem ez egy háromoldalas rendelkező rész volt, legalább 17 rendelkező ponttal. Hogy például a B-tót, vagy a Tóth B, melyiket használhatja, ő hozta a az anyakönyvi kivonatát, nem tudom, hogy hanyadizig lenne a felmenőktől, hogy ők mindig Tóth B voltak, most az állam miért akarja ráképzelíteni, mert könnyebb úgy, hogy B-tót legyen. Most egy nevet mondtam, és akkor ebbe sincs köze az államnak. Na, lényeg az, Kőszegen tartok valami rendkívül magasívű előadást, legalább olyan nívótlant, mint itt. És mondom, hogy hát milyen szerencsétlenné teszi a szülő a lányát, aki hát a Cserép családné után oda ajándékozza neki a Virág keresztnevet a Szent Kerességbe. És erre megszólal egy ilyen vékony hang a bejáratnál, álltak a nyitott ajtóba. Itt vagyok és nem vagyok szerencsétlen. Hát kiderült, hogy nekem olyan listám volt, hogy nem volt odaírva, hogy ki honnan van.
Hát ha tudtam volna, Isten őrében, akkor egy másik példát mondtam volna. Hát kifogtam, mondom, jó van, jól megjártad, többször jártam már egyébként így. Ugye ezekkel a informatikusokkal hadilábon állok mindig, mert soha nem tudnak megtanítani engem, mit az okos telefon, az egész úton nem tudom milyen úti izét mondott be, tudom, Szekszárdot úgy ismerem, mint Pécset, hát majdnem minden másnap itt vagyok, különböző okokból, nagyon sokkal több barátom van itt, mint Pécset, és elkezdtem vele babrálni, hát egész úton nem tudtam nagyon lőni, mert olyan útvonalakat, hogy itt fordul jobbra, de csak bozót volt. De és még egyszer gyorsan jobbra. Hát mondom, jó lesz akkor, itt nagyon jó lesz befordulni. Tehát kezelni nem tudom, és informatikusokat kértem, tanítsátok meg, hogy kell kezelni az okostelefon. Hát az a nagyképű izével odaülnek, és mondja, hogy a puttyot, meg a Winchester, meg a Kunchester, hogy magyarul mondjátok nekem. Nem. Azt akkor rájöttem persze, hogy azért ez nem egy olyan nagy tudomány, mert ahogy megkaptam a telefont, az első ténykedésem az volt, hogy tettem, nem tudom, 500 nevet eltüntettem róla. És akkor összeüt a konzílium, háromtagú informatikus társaság, és hát kihallaszott a szobából a bíróságon, hogy veszekszenek egymással, hogy mit, hogyan lehetne. De végül megoldották. Na most én ugye néztem őket, ilyen régi oti, idősebbek tudják, oti keretes szemüvegbe, ilyen zilált hajja, zavart szemmel, ott ülnek a izé fölött, az informatikusok, és akkor ezt a példát így elmondom valahol, hogy hát mint az informatikus az időhajjon, egy gyönyörű szép nő föláll, azt mondja, én is informatikus vagyok. Mondom, tiszteletem. De van, amikor az ember elkapja ugye a dolgoknak a rosszabbik, keskenyebbik részét. Hát kedves kollégák, ezt a témát ezt csak abba hagyni lehet, mert nagyon hosszan tudnék példákat is sorolni, eseteket is. 18 év hosszú idő, amíg én hasonló ügyekkel találkozhattam az Alkotmánybíróságon. Nagyon hasznos időt töltöttem el. Azt, hogy mennyire volt igazán hasznos, azt nem én mondom meg, azt mindig az mondja meg, aki elbírálja, nekem minden esetre lejáró félben van, március 10-én szabad ember leszek, de nem emlékezem vissza rossz szájízzel erre az időszakra. Amit hagytam magam után, hagytam 620 határozattal, záron valószínű a pályafutásomat, meg rengeteg tapasztalattal, megadatott az a szerencse, hogy jogász lehettem. Magánjog, közjog, mindennel az ember délelőtt a bárdogosnak a problémáival foglalkozott, délután névhasználattal, aztán másnap megint egy harmadik, negyedikkel, a saját szülőfalumnak a bajával, akik meg is fenyegettek, ne menjek haza bucsura, mert ez a határozat jött ki. Ezt még elmondom, aztán véget érek. A szülőfalumból jött egy indítvány, nem akartak rákötni. Nem tudom, nem említettem, hogy talán nem. Mondják azt, hogy nem. Köszönöm, jó. Nem akartak rákötni a megépült közcsatornára, mert ugye mindenkinek derítője volt, ahogy illett a sörös üveget be, szóval amikor elment a szemle, akkor kiütötték, aztán Kínába jött ki a föld másik végén az, amit ő beleengedett. És nem kellett ugye jönni a kukásautónak, a szippantónak. És írják az én falumból, hogy ezt alkotmány ellenesnek tartja. Nem nekem, hanem az Alkotmánybíróság. Nekem kiszignálta az elnök az ügyet, hogy írják, hogy hát ellehetetleníti őket, 40-en aláírták. Pontosabban 40 ilyen beadvány volt, 40-szer volt leírva. Tehát valószínű az én falumban nem volt 13 évvel ezelőtt fénymásoló. Mert egy ilyen ABC írógéppel írták, amin a szalagnak a felső része piros volt, az alsó meg kék. És mindegyiken máshol volt elütés. Tehát ezt onnan tudtam kideríteni. Ugye háromnegyed oldal a szöveg volt, és akkor ugye, ezt külön-külön aláírták. És az egyik azt írta, hogy ez műszakilag lehetetlen helyzetbe hozza, mert magasabban van a közcsatorna, mint az ő háza, és a falunak a teljes szennye nála fog kizudulni. Tehát ugye ő nem gondolta, vagy nem tudta, vagy nem akarta tudni, hogy hát van egy daráló, ami vissza is nyomja ugye ebbe a rendszerbe. Jó azért, ha nincsen, mert nekem van, és tudom, hogy
általában szilveszter környékén, amikor 8-10 vendégem szokott lenni, akkor fölteltem a Heineken a zöld kalapomat, hogy szolgálatba helyezem magam hajnalban, amikor még a vendégek nem ébrednek föl, és akkor a német katonak kalappal neki lódulok, és hordom föl a vegészet. De el kell tűnnöm már addigra, amire fölébrednek, hogy ne vegyék észre, hogy korlátozás alatt vannak, mert különben megint szolgálatba kell helyezni magamat. A feleségem meglátja ezt a ilyen zöld, ez egy ilyen vörös csillag van itt az oldalán, nem ismerek az utcára benne kimenni. Akkor már kopog az, hogy Atya Isten, már megint van a probléma. És a másik azt mondja, hogy hát őt anyagilag lehetetleníti el, ezt vagy 20-an aláírták. Hát miért is lehetetlenített el? Leírja, hogy mert hát ugye sokat kell érte fizetni. Na most ez a sokat kell fizetni, az úgy nézett ki, és rátetszenek ismerni a konstrukcióra magára, hogy 500 ezer forintba került egy-egy háztartásnak, abból 400-at elengedett az állam, maradt 100. A 100-at 10 év alatt kellett kifizetni, évente 10 ezer forinttal. Most a 10 ezeret elosztom 4 negyed évvel, az 2500 forint, ugye egy negyed évre, az egy hónapra olyan 850 forint, 830 körül van, igaz? Jól mondom. Mennyi egy doboz cigaretta? Akkor már 650 volt egy doboz, amiből egy normális bagos egy nap elszív egy dobozzal. De ő szociálisan ellehetetlenítette azt, hogy havonta 800, nem tudom hány forintot ki kell fizetni erre a csatorna micsodára. Na most én ezt kiszámoltam, és ilyen pro domo, ez azt jelenti házi használatra, zárójelben, dől betűvel leírtam a testület számára is, hogy hát én sajnálom, de nekem hát az én község társaim azok hát nem akarnak jönni velünk Európába. De na, ne felejtsük őket itt, tehát meg kéne nekik esetleg oldani ezeket a zárójeleket és beírni a szövegbe, hogy hát bemutassuk nekik, hogy hát te elszívsz 31-szer, mert vasárnap is, meg 31. napon is szívják a cigarettát, 30-szor vagy 31-szer 650 forintot, és az egyszer 850 nem az fog téged a földre dönteni. De mondták, azt azért nem kell, mert ez megszégyenítés, meg egyéb, azt mondtam, tényleg nem. És akkor próbálkoztam azzal még persze előtte, hogy elnök úr nem venné el tőlem az ügyet, mert az aláíróknak a felét én ismerem. Hát ezek gyerekkori játszótársaim voltak, az egyikkel a vízisiklóra kötöttünk csomót, a másikkal csúzlival lőttük a lakás ablakából a szemköz lévő diófát, amit időnként nem találtunk el, és akkor mellette átröpült az ablakon. Mondom, hát ezeket ismerem, és hát elfogult. Nem mondta Németh János elnök úr, ő volt az elnök, hogy kisbíró úr kezében nagyon jó kézben van ez az ügy, ő biztos benne, hogy nem vagyok elfogult. Hát persze, különösen a kárára lettem elfogult a társaságnak, mert a tervezet, amit bevittem és elfogadott a testület, az úgy szólt, hogy hát nem alkotmányellenes a jogszabály, tessék kifizetni és főszállni legalább az utolsó kocsira, ami Európába visz. Úgy csörög a telefon. Te vagy az? Mondom, ja. Hát te az egy Lipcsis Józsi vagy. Jó van, Józsikám, de régen láttalak. Nem is fogsz mostanában? Mondom, durván kezdődik. Azt mondja, jössz haza bucsura? Mondom, nem. Azt mondja, azért áll, már nem kéne. Ezzel véget ért a beszélgetés, egy fél év múlva újra fölhív telefonon. Mondja, na, mi van, meg vagy, megmondod, és te is, én is, az erdőbe kiszoktam járni, kicsit, meg a jövővel barátkozunk, meg vannak a régiek, azok egy sört időnk, megiszunk. Nem jössz haza, mondtam, hát mondom, most már gondolok, hogy erre nyugodtan, mondom, nem fenyegetsz most, azt mondja, nem. Mondom, majd gyertek el, keressetek meg. Otthon vagyok, nővérem ott él még, és zörgetnek a redőnyön. Nézek ki, hát ott vannak hat a hú, mondom, itt a vég. És a indítványozókból, a 40-ből ott van. No, lehet, hogy a másik 16 itt van, a következő 8 meg ott van. De mondták, jelen nyugodt, elmentünk a sarki kocsmába, meghívtam őket két korsó sörre, jól elbeszélgettünk, jó másfél óra múlva ugrik egyet a kis Ipcsis, mert olyan 1 méter 40 volt. És megveregeti a vállamat, mondja, hogy nem is vagy te olyan görény. Mondtam, hogy ez többet ért, mint akármilyen kitüntetni. Úgyhogy, hát ennyi volt.
Köszönöm.